Nyerni kell, nyerni kell, nyerni kell, nem szabad elcseszni a zsét, nyerni kell. Na, sziasztok, srácok! Köszöntök mindenkit a legújabb videóban, és hát elérkezett ez a pillanat is, nagyon-nagyon régóta hát gondolkodtam azon, hogy kellene nyitogatni ezen az oldalon. Ugye elég sok videós Magyarországon, külföldön is most nyitogatja ezt az oldalt, és baromira kedvet kaptam hozzá, látva azt, hogy igazából majdnem, hát nem mondom azt, hogy az összes, de nagyon-nagyon sokan nyertek ezzel az oldallal, és hát nem tudom, valahogy, valahogy rám jött az, hogy hát ha esetleg hát nekem is csurran egy cseppen egy kis dolog, hát ha nem, akkor nem. Mondjuk nekem az a probléma, hogy én elég szerencsétlen vagyok ezekben a nyitogatós dolgokban, tehát én nem igazán nyertem még semmit, úgyhogy abszolút úgy állok az egészhez. Fölraktunk 100 dodót, azt gondolom, hogy ez még egy vállalható kategória, meg többen írtátok és mondtátok is, hogy hát körülbelül a 80-90-100 dollár az a limit, ahol már nagyobb esélyed van nyerni, mint mondjuk a kisebbeknél, ilyet is láttam. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor csapjuk föl 100 dodót, és nézzük meg, hogy mi lesz belőle, de előtt beöltözünk srácok, mert hogy hoztam magammal kellékeket ez lesz a szerencsém, ez fogja meghozni a szerencsémet vagy nem, úgyhogy lássuk na itt is vagyunk srácok, beöltöztem végre malteros ruhába úgyhogy loginoljunk befele, adjunk rá egy kis zsozsót és akkor a legközelebbi vágóképen remélhetőleg már lesz pénzünk is, és hát tudunk belem majd jó dolgokat nyitogatni, úgyhogy kívánjátok nagyon nagyon sok szerencsét, mert nyerni akarok ma Na, megtörtént, aminek meg kell, srácok. Föltettünk 100 dodót az ökántra és mindjárt be, csak meg akarom nektek mutatni, hogy igazából hogyan is néz ki. Ugye itt tudtok föltenni különböző összegű dodókat, illetve vannak különböző összegű giftkárdok, illetve PayPal-ról is tudtok vásárolni. Én ezt egyébként itt tettem meg, mert ugye nekem a PayPal a legegyszerűbb. Úgyhogy megveszed, mit tudom én, a 100 dolláros giftkárdot Kinguinon keresztül, és akkor gyakorlatilag ott is van a zseton. Egy pár ládát nézzünk meg, mielőtt itt nyitogatni fogunk. Hú, basz, és nem látok semmit, hallod, ezt ide be fogom tűrni, vagy én nem tudom, mit lett, levágom. Na, Wolfkész, nézzük, mik vannak a Wolfkészbe, mi kellhet nekünk innen. Xbox One X 600 dollárért, jó, hát azért azt nem tartom túlságosan valószínűnek, hogy én egy Xbox van, vagy egy ps el vagy ilyenekért menjek. Ha én már ki tudok majd venni egy ilyen <laughs> barbárián mitet, az nekem már teljesen jó lesz, úgy érzem. Na mindegy, vannak itt még elég jó kis selfie stickek, e, hoppá, hoverboard 320 dodóért, Dávcső 50 dodóért, ami nem rossz, futballkéz, hát a fotit én annyira nem szeretem, a gamer kész viszont annál inkább is akciós is. Na nézzük, Samsung TV 4K 55 szoros, Hello, szia 850 dodó, HTC Vive, úristen gyerekek, egy HTC Vive-nak de örülnék. Oculus Rift, Sony, na hát figyelj, nekem egyébként most így a limit, az az, hogy ha én ebből már egyáltalán valami tudok profitálni, akkor szerintem már jól jártam. mondom, tehát nekem ez az abszolút szerencsétlenség a köbön tulajdonképpen. Ó, oh, PlayStation VR 345 dodoér, Nintendo Switch, Sony PlayStation Vita, Nintendo Gift Card, Steam Wallet kódok, Ó, oh, hello, szia! <laughs> Na, Diablo 3 kiek. Szóval vannak, vannak itt jók. Most azt kéne eldönteni, hogy mit nyissunk. Szerintem tesztként én nyitok valami nagyon olcsót kinyitjuk a, nem tudom én, a wolf -készt. Jó, legyen egy wolf -kész, és meglátjuk, hogy mi újság, úgyhogy hát, srácok, drukkoljatok, mert, mert ágmondom őszintén, én még sose izgultam videónál ennyire, tehát nem volt még olyan, mindig úgy álltam hozzá, hogy jó, jó, majd lesz, szóval, hogy láttam már most itt embereket, hogy azért nyernek össze-vissza, hát na, szóval elkapott a gőzgép, na, valljuk be őszintén, elkapott, na jó van, nyissuk ki, ne dumáljunk, nyissad, gyere, hangot úgy hagytam, nem érdekel, Adjál valamit, kérlek, valami normálisat, légy szíves. Pöj. Aha. Óha. Hoppá, nyolc dodó. Yeah. Hülye, ha, óha, hi, hello, szia. Jó, oké. Okay. Figyelj, 103-ba vagyunk, baj már nem lehet. Első nyitásra figyelj, szerintem egy nyolc dodós cucc, az nem olyan rossz. Ebből nyitunk még egyet, ez hát a szerencsét hoz. Igen, igen, megvan, 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 Úristen, ne, ne, Atya Úristen, ma oh, nem mondod. Második Úristen, második nyitásra, srácok, második nyitásra, második nyitásra, második nyitásra más, Úristen, második nyitásra. 600 dollár! 600, úristen! Hallod? Nem. Nem, 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 ez, ez nem. Na jó, hát figyelj! Azt <laughs> a kurva! Jézus Máriám! Atya úristen! 600 dolláros Xbox One X-et nyitottam életembe először, srácok! Menj már innen! Na jó, eladjuk. 698 dollár, ez szóval. a Jézusom! Jézusom, srácok, Jézusom! Na jó, azt azért eléggé eh, fontos elmondani, ez egy szponzorált videó. Elméletileg ki fogom tudni venni azt, amit nyitottam. Ugye alapvetően úgy volt a sztori, hogy föltöltök nem tudom én 100 dollárt, és akkor a nyereményemet azt elméletileg ki fogom tudni venni. Hát az igazság, hogy én Xboxot nem fogok kivenni, mert én eléggé PS-es vagyok, de, de úristen a PS-t az fix, tehát azt, azt fixen megtartjuk, srácok, az száz százalék, hogy ki fogunk venni egy PS-t, és hát tekintve, hogy a Jasonnek is azért oda tudták adni a PS-t, ugye én is reménykedem benne, hogy azért, hogy azért ez az nem egy, egy, érdekes dolog, és ki fog jönni. Na jó van, hát így már azért viszonylag nagyban tudunk nyitogatni dolgokat, úgyhogy kezdjünk mondjuk egy olyannal, figyelj, e kész, menjünk bele, menjünk bele, gyere, gyere, nyissad, Nyissad, már nem érdekel a füles, már nem érdekel semmi. nem kapok egy számítógépet? Azt a... Na jó, figyelj, belefér, belefér három dodóért. Figyelj, 100 dollárból csináltunk 691 dollárt. 691 dollárt csináltunk. Hát én ezt nem tudom feldolgozni. Soha az életemben nem nyertem semmit. Soha az életbe. tartó neked. Na most azért kijön, kijön a sok újus, tartom, mondtam, hogy fog nyitogatni, de atya ég. Atya ég. <laughs> na jó. Na jó. Na ne. Ne. Srácok, ne. Ezt már nem hiszem. Ne. Ne. <laughs> Jézus. Mária, mit, mi van itt? Mi van itt? 100 dollárból csináltunk 975 dollárt 5 nyitás alatt. Atyaúristen úristen. Atya úristen. Na jó, nyissunk még egyet. Hát, ha ennyire megy a buli, akkor menjen ennyire a buli. Nézzük. Nézzük, gyere. Gyere, adj egy, egy nem tudom mit, Egy karperecet. Jó, köszi. Kedves tőled. Na jó, menjünk át, nézzünk egy másik ládát. Ez, ez, Hát nem mondom, hogy nem hozott szerencsét, mert nyitottunk egy 300 dolláros monitort. De. Na jó van, srácok, nem szarozunk, belemegyünk a smart kézbe. Belemegyünk a smart kézbe és nyitunk. Nyitunk keményet, gyere! Gyere, haver, gyere! Adjad a, nem tudom én, az iPhone X-est, please! Ha már itt tartunk. Hát ez bukó lesz, jajja. Ja. 38 dodó. Mondjuk ez nem rossz az óra, ezt lehet, hogy még ki is veszem. Ezt, ezt, nem tudom feldolgozni, komolyan, ezt nem tudom feldolgozni. Most nem tudom, hogy sírjak, vagy nevessek, vagy vagy egyszerűen hitetlenkedjek, vagy én, én nem tudom. Android kéz, Jézusom, gyere! Most kéne azt csinálni, hogy hagyni a francba az egészet, kész videó, nuku és elveszünk mindent, amit lehet. Ez mi ez? 14 dodó, 20 dodós, mi ez? Car charger, ez mondjuk elég jól jönne nekem. Jó, eladjuk, gyűjtjük a zsét, nem tudom mire, de mi, mi, mit, mit, mit tudnék én venni, ami olyan ami jó lehet? Nézzük meg itt a legdrágább, mi van benne? 1550 dollár! Úúú, iPhone X-es. Surface Pro, ez mondjuk nem rossz, Samsung Galaxy S9 1000 dodó, Oculus Rift. Jó, a, a PS4-et az fix, hogy kivesszük, mert én igazából arra indultam rá, hogy az meglegyen. És hát úgy néz ki, hogy csinálunk ebből még videókat, még az elég sokat, mert hogy van miből. Úgyhogy, na nézzük, még egyet. Gyere! Add be az iPhone-t, haver! Ne sajnáld! Ne sajnáld az iPhone-t! Gyere! Add ki! Gyere! Gyere! Mi az? Fejhallgató. Adjad! 35 doló. Full bukta az egész. Nem baj. Még egyet. Adjad! Szétnyitogatjuk, szét... 400... 460-at kell hagyni, mert annyi a... a PS. Azt még azért meg kéne hagyni. Mi ez? Azt hittem, már nyitottam egy telefont. <gül> <gül> Jó. Wireless fast charger. Oké, okay, gyere. Gyere. Adjad ide. most mondjuk ezért elbuktunk elég sokat. Majdnem 200 dodót buktunk. Na gyere, csak beadod. Be kell adnod az iPhone X-est, haver. Kell egy iPhone. Na nézd már meg, hát nézd meg. Még egy ilyen. jáj! megyünk lefeles, kacok. Megyünk lefele. Na, keresünk egy másik ládát, ez elég buktának hangzik, ez a láda. Rockstar Case. Wolf Case, futball. Jó, nyissunk egy futball case t Nem tudom, mit mi lesz, de valami biztos. Nem, nem tudom elhinni még mindig. Tényleg nem tudom elhinni. Ez hihetetlen. Messi, mess, please! Aaaah, oh, Istenem! Uh, uh, uh. Az majdnem egy messzi mez volt. Mennyibe ker egy messzi mez? 900 <laughs> Gyere, kinyitjuk azt a izét, nem? Úgyse fogjuk, de mindegy. Nyissuk ki. Jézus Mária. Hát, Hát lehet, hogy nagyon durva mákunk volt, és most jön a... Lehet, hogy most kéne kiszállni igazából. Ha most kisz, most eléggé a negatív, negatív része a dolognak. Az mi? Ez mi ez? Hát igen, igen. Most nagyon megy lefele. Nagyon megyünk lefele. 691 dollárunk van a 900ból. Para. Mondjuk egy neymar már meznek azért örülnék. 900 dollárért. De hát az esélytelen, a. Megyünk lefeles kacok, nagyon durván megyünk lefele. Jó, ezt hanyagoljuk szerintem. Egy Rider készt még nyitunk. Mi lenne abból nekünk a jó? Hát természetesen a legdrágább, bármibe kerül ez, nem tudom. 1500, oké, okay. on wheel board, biztos, hogy men, nem, nem mennék én ebből egy kanyart sem. Na, egy fanny nyissunk, srácok, egy fanny packet. Gyere! Gyere! Valami jót adj, please. Óra, óra. És kinyitom a fanny oké, <laughs> okay. hello, Hát igen, elérkezett a negatív szériánk, úgy érzem, úgyhogy még nyitok kettőt, és szerintem utána offolok, mert ez így nekem nagyon durvá jó. Tehát ez, ez álmomban nem gondoltam volna, hogy ez mi, ez mennyi? Öt dodó. Hogy ennyit, és, és az első nyitásokból, látom most nyitottunk Mitrome 20 -at. az első három-négy az nagyon brutál, és onnantól kezdve full bukta volt az egész. És úgy néz ki, hogy tényleg igazuk lesz azoknak az emberek, akik azt mondják, hogy viszonylag nagyobb összeget kell felnyomni, mert, mert hát ha. Fogunk csinálni egy második videót is, srácok, egy másik ökántal és összevetjük a kettőt. Ezt tudom nektek ígérni, mert azért nagyon-nagyon kíváncsiak. Mondjuk teljen el mondjuk két hét, két hét múlva, és mondjuk ezer lájk után, ezer lájk után csinálom a következő ilyen videót, és megnézzük, összehasonlítjuk a kettőt, hogy szerintetek, illetve a tények majd mit igazolnak, hogy ez jó lesz-e, vagy nem lesz-e jó. De ez az utolsó nyitásom szerintem, mert valamit meg kéne tartani. Ó, banyek. Jó, oké, okay. szerintem itt megállok, srácok, mert megyek nagyon durván lefele. Hát az a szituáció van, hogy én, ugye, már említettem ezt a PS4-citut, úgyhogy szerintem én kiveszem ezt a PS4-et, és a maradék zsetomból pedig csinálunk egy következő videót, amit hát remélhetőleg szintén hasonló örömök között fogunk megcsinálni, és nyitogatni. Hát figyelj, így az első gondolatom egyébként, hát lehet rossz. Ezek után. Szóval, hát nem tudom, nem tudom. Szóval így meglátjuk. Most így az igazság, hogy nem igazán találom a szavakat, mert hogy most nem tudom, hogy ez ez most nekem tök jó, vagy ez most nekem igazából nem jó, úgyhogy én én berendelem ezt a PS4-et, srácok. És meglátjuk, hogy mi fog történni. Elvileg, you can find, oké, okay, akkor elméletileg valahol nekünk most meg kéne, hogy legyen, hogy mi ezt megvásároltuk. Aha, itt van. Itt van, oké. Okay. Oké, okay. itt vannak a tranzakciók. Elméletileg én ezt most megrendelem, úgyhogy lehet, hogy most ki fogok takarni, vagy vágni fog dolgokat, mert hogyha a címem nyilvánvalóan ott lesz, akkor azt teljesen ki fogom takarni. Lett egy 10 dolláros, nem tudom, ilyen postai költségünk, vagy nem tudom, milyen költségünk, azt még levonta. Maradt 167 dodónk. Úgyhogy úgy érzem, hogy jön egy következő nyitogatás. Ha tetszett a videó címbora, akkor ne felejtse el dobni egy hatalmas nagy feliratkozást és egy hatalmas nagy lájkot. Nagyon szépen köszönöm azoknak a srácoknak, akik drukkoltak, hogy végre valahára életemben először nyerjek is valamit. Ennyi, ennyi. Úgyhogy dobj egy feliratkozást, dobj egy lájkot, és jövök vissza nem sokára remélhetőleg egy unboxing videóval, illetve hát nyitogatunk még egyet, mert van még egy kis zsozsónk. Sziasztok! Kövess ha élő adásokat néznél tőlem a továbbiakban is. www.twitch.tv.tv Ki ne hagyd!